Székelyföld látnivalói, nevezetességei, kulturális és sporteseményei egy kattintással elérhetőek már a világhálón, az iránytű elnevezésű honlapon. A Hargita és Kovászna megye tanácsa által is támogatott iránytű.ról jelenleg még csak kísérleti jelleggel és magyar nyelven érhető el, de hamarosan román, német, orosz és angol nyelven is csalogatja majd a turistákat Székelyföldre. Medveles a Madarasi Hargitán, kajakozás a Zetelaki tónál, szalonnakóstolás a Székelyderzsi Unitárius Erőd templom bástyájában, oroszhegyi szilvanapok, ivói vadaspark látogatás, offroad vagy hószánozás Székelyvarságon. Csak néhány az iránytű.ro által kínált székelyföldi programajánlatok rövid videóiból. Az interaktív turisztikai térkép segítségével Székelyföld megközelítéséről, látnivalóiról, szálláshelyekről, kulturális és szabadidős programokról tájékozódhat az érdeklődő. Hasonló honlap nincs a térségben, sőt, a szomszédos országokban sem. Nagyon fontos az, hogy gyűjtő portálokon rajta lenni, olyan portálokon, ahol hasznos információk vannak, ahol fellép a turista. Én éppen ezért találom nagyon jónak ezt az iránytű nevű honlapot, mert egyrészt ők nem annyira a szállásadókra koncentrálnak, mint magukra a programokra. És éppen ez, ami egy hiánypótló jelenleg a piacon, hogy nincs egy olyan forrás, ahonnan hiteles információt kapnánk arról, egybegyűjtött csokorba, hogy tényleg mi is történik a környéken. Minden jó székelyföldi kezdeményezés mellé az önkormányzatoknak oda kell állni, mondja Borbój Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Székelyföldnek turisztikai szempontból nagyon sok látványeleme van, nagyon sok olyan helyszíne van, nagyon sok olyan épített öröksége van, olyan védett övezeteink vannak, amelyeket meg kell mutatni, és talán kell hadnunk a korral, és lehet, hogy a nagyon korszerű megoldásokkal még több turistát ide tudunk hozni ebbe a térségbe. Megyünk.